Kedves fiatal barátaim! Ti most a hallgatókat érintő súlyos diszkriminatív ügyekben jöttetek össze, de tudnotok kell, hogy ez az ügy, ez a közoktatásban dolgozó pedagógusok ügye is, a középiskolások ügye is, a szülők ügye is, a ti szüleitek és az utánatok jövők szüleinek az ügye is. Mindannyiunk ügye. Ennek szellemében fogalmazta meg a Hálózat a Tanszabadságért Egyesület 2012. december 6-án, másnap, ahogy a kormánydöntés napvilágot látott, a maga állásfoglalása. Engedjétek meg, hogy ezt felolvassam, nem kívánok hosszasan rabolni az időtöket. A Hálózat a Tanszabadság a jövő generációjáért. Egy éve jelent meg a közlési törvénytervezete. Egy évvel ezelőtt kezdte meg munkáját a Hálózat a Tanszabadságért együttműködés. Egy éve vált kézzelfoghatóvá, hogy az iskolákba lopakodik a diktatúra. Az államosítás, az uniformizálás, a nevelőoktatónk a politikai ideológiai befolyásolása, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányait erősítő iskolarendszer, a múltba forduló szakoktatás, mára keserű valósággá vált a társadalmi egyetértés nélkülöző, szakmailag megalapozatlan tervezet. Lassan egy éve, hogy teljesen váratlanul az érettségiző diákokat és szüleiket, valamint a teljes felsőoktatást megrázta a kormány a felsőoktatási keretszámok módosításával, a soha nem látott mértékű tandíjjal. Akkor, miközben voltak, akik szót emeltek az egykori szociális népszabadulás döntését, a saját ígéreteit semmibe vevő kormány döntése ellen, kevesen voltak hallgatók, oktatók, középiskolások és szüleik, akik a tiltakozók mellé álltak. Tudom, mert magam is ott voltam. Azóta a felsőoktatás működésével kapcsolatban a közoktatási intézmények államosításával mérhető vagy elképzelések is napvilágot láttak. Legyen a felsőoktatás önfenntartó, hangzott a miniszterelnöki szándék. És amit a hallgatóknak és családjaiknak a tanulásért fizetni kell, az nem tandíj, tette hozzá, elhazudva a tényeket. A miniszterelnöki szándék megvalósulását látjuk a kormány legutóbbi döntésében. 2013. szeptemberétől mindösszesen 10 000 államilag finanszírozott egyetemi főiskolai hallgató kezdheti meg tanulmányait, megfosztva ettől a lehetőségtől a jelentkezők 80%-át. Mindenki másnak fizetnie kell. Szó nélküle döntés mellett. A magyar közoktatás egyik legkomolyabb gondja a szelektivitás, a gyerekek társadalmi helyzetétől függő, az iskoláztatás korai szakaszától megfigyelhető kiválasztási mechanizmus. Ez jelenik meg most a felsőoktatásban is. Aki tehetős családba született, tanulhat egyetemen főiskolán, akinek nem futja a tanulásdíját megfizetni, még ha a tehetség alapján ott is a helye, nem mehet. Csak ha vállalja azt az eladósodást, hogy már önálló életének kezdetére anyagi értelemben a kilátástalanság helyzetébe kerüljön. Drámai jövőt vetít előre ez a döntés. És aki azt hiszi, hogy a kormány döntésnek nincs már ma hatása a középiskolások választására, az téved. Elég csak megnézni, hány magyar fiatal kezdte meg tanulmányait külföldi egyetemeken, főiskolákon, s ehhez hozzászámoljuk azokat a magasan képzett szakembereket, akik az elmúlt 2 évben a jobb élet reményében hagyták el az országot, tapasztalhatjuk, drámai veszteség éri hazánkat. Ez a folyamat csak rendkívüli erőfeszítésekkel lesz visszafordítható. Hétről hétre éljük meg a teljes oktatási szektort érintő csapásokat. Egyszer a pedagógusok, máskor az iskolák és fenntartóik, most az egyetemek és főiskolák sziszennek fel a szakmailag megalapozatlan, minden társadalmi egyeztetés nélkülöző, a teljes szektort, végsősorban hosszú távon az egész magyar társadalmat ellehetetlenítő döntések nyomán.
a hálózat a tanszabadságért tiltakozik a leendő hallgatóik érdekeinek és hazánk jövőjének semmi bevétele ellen. A mentek veletek leszünk.